köszöntünk mindenkit a Balassa Gyarmatottal egynek nevében. Elnézést kérünk, de a busz jól jött, csak nem elég gyorsan. Így nem is énekelgettünk külön, hanem elkertjük a versenyünket. Fogunk két dalt énekelni, utána Barát Attila kollégám muzsikál. Ez olyan bevezető, és utána csinálunk úgy, mintha kezdődne a hangverseny. Thank you.
jelenlévőknek pedig a zenét hallgattunk, most egy picit visszamegyünk időben, és az Üdvözlégy Máriának először egy reneszánszkori feldolgozását fogjuk énekelni, ez Arkadel Ave Mariája. Ezt követően elmegyünk pravoszláv vidékre, és az Ave Mariának egy másik változatát énekeljük el Rachmaninovtól, ezt orosz nyelven énekeljük majd, és hogy teljes legyen a kör és eljussunk napjainkhoz, a harmadik Ave Maria feldolgozás, az pedig Bóg Péternek lesz egy Ave Mariája, ahol már csak a cím ugyanaz, meg az ihletettség, majd halljátok, miről szól. Kezdjük akkor Arkadel. Oh.
legvégét már csak a kórus énekli. Most ebben Thank you.
aztán majd megint fogjuk. Thank you.
konferáljam fel felkészítő tanárainkat, Tóth Istvánit és Dedics Fuzsinát, ők is megérdemelnek egy nagyon nagy tapsot. Thank you.
mert itt is hallottunk ilyen bugi meg rektány felé vezető dolgokat, mi egy Égi Szekér című spirituálét fogunk énekelni. Thank you.
Hodály Zoltán tanítványai voltak azok, akiket nagyon ismerünk, aztán kevésbé ismerjük azokat a tanítványokat, sok oka van annak, akik az egyház zenében sokat tettek, például az egyházi fiúkórusok éneklésért, hangképzéséért, egy Werner Alajos. Az egyházzenészek persze nagyon jól ismerik őt, de megérdemli, hogy mindenki ismerje, most tőle éneklünk egy művet, Égi szűz virág.
Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttünk köszönjük így volna, és a gyerekeinkre együtt, hogy közös hangversenyben volt részünk. Én hiszem azt, hogy mindenki a másikén haza, mert a szívünk a lelkünk most csodjuk itt telelet zenével, csodálatos zenével, és itt, az Isten házában, ezen a szent helyen jöhetett végre először ez a hangverseny. Nagyon nagy tisztelet. Focintásra majd, amikor önök lehetőségbe szólnak rá, és mindig érezzük azt, hogy nagy szeretettel várjuk önöket ide vissza közé. Fogadjuk azokat is. Nagyon szépen köszönöm. Cserkész táborban a fiatal Bátos Lajos ott volt. És beszélgetett dr. Bátos Miklóssal arról, hogy kellene vegyeskarodnak műveket írni, olyan dallamokra, amiket a gyermekek egyébként is ismernek, a fiatalok, és Bátos Lajos rögtön megismertett ilyet, ez élete első vegyeskari műve, Kiskecelárunk dalolát mindenki ismeri, arra írta meg, de tulajdonképpen ilyen esti tábortűzhöz való nóta ez, a címe is az, hogy tábortűzdén. Köszönöm szépen!